Pécset a Basamalom úton van az ország egyik legjobban felszerelt tollaslabda csarnoka. A 2009-ben átadott létesítmény küzdőtere 1500 négyzetméter, a belmagassága 10,5 méter és 9 pályát alakítottak ki benne. Nemzetközi versenyeket, akár világbajnokságot is lehet itt rendezni. Speciális a borítás, a világítás, a szellőzés, a falak színének kiválasztásakor pedig még arra is figyeltek, hogy alkalmazkodjon a labdáéhoz. Számtalan sikeres versenyt rendeztek már itt felnőtt és utánpótlás kategóriában is, de az egészen aprók is nagyon jól érzik magukat, ha edzésről van szó. Én nagyon sokáig tollaslabdáztam előtte is versenyzőként, azt hiszem 13-4 évet, és igazából itt tetszett meg, amikor Pécsre kerültem, akkor tetszett meg nagyon az egész, az itteni légkör igazából. Előtte nem igazán gondoltam arra, hogy ezzel foglalkozzak, de az, hogy itt láttam felnőtt játékosként, amit például ott hátul a kicsik is csinálnak, az számomra nagyon inspiráló volt, úgyhogy én azt mondanám, hogy ezt fogott meg elsősorban. Igyekszem kreatív lenni, mind az edzések tervezésekor, mind edzés közben, és hát nyilván ugye mindig adaptálni a dolgokat az éppen akkori szituációkhoz, amik előfordulnak. Jelenleg vannak óvodáskorú játékosaink is, akikkel sokszor nem könnyű, de náluk jellemzően sok a játék, és igyekszem úgy összetenni a feladatokat is, hogy nem végig feladatozunk, hanem náluk inkább játékosabb jellegű, és a játékokba igyekszem úgy beleilleszteni a technikai dolgokat, hogy igazából észre sem veszik, hogy tanulnak. Ábi, kinek az ütőért kapja? Az enyémet? Jó, na akkor még egyszer! Tapos, 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 gyors, 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 gyors! És mehet? Én is majdnem elkaptam, csak a Sári túl ügyesen dobta. Na mehet, tapos, 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 tapos! És mehet? Na Sári, kapd el! Úgy, úgy! Na mehet, tapos, tapos, tapos! Azt a Ábi, de gyors vagy! Felégeted a padlót. És mehet? Jó. Aki óvodáskorban ügyes bármilyen játékban, az könnyebben tanul meg tollasozni, pedig az ütő használata nem egyszerű még ebben az időszakban. Sok esetben jön ki rögtön, hogyha valaki nagyon tehetséges, ugye, hát a nagyon piciknél például eleve látszik az, hogy amikor például csak simán labdáznak, ugye még csak nem is tollaslabda, csak egy sima labda, hogy ott milyen a szemkéz koordináció, szemláb koordináció, mert ugye ezek nagyon fontosak a tollas pályán is, és tehát akinek ez mondjuk már láthatóan jól megy, akkor annak általában könnyebb szokott lenni magával a tollaslabdával is. Egyébként nagyon nehéz ebből a szempontból óvodásoknak a tollaslabda, mert ugye eleve tehát a saját kezükkel nincsenek sokszor képben, nemhogy még az meg is van hosszabbítva, és akkor egy idegen tárgyat eltalálni, nem könnyű, úgyhogy a kicsiknél ez ebből a szempontból nehéz. Az idősebbeknél ott már azért könnyebb, tehát minél idősebbek, annál egyszerűbben azért meg lehet mondani. Azt a Vili, számoltad mennyi volt? 13. 13, csúha, nagyon sok. Hú, és most mennyi sikerült? 11, hát akkor mi messze vagy a rekordottól, hajrá! A sportág történetének egyik legsikeresebb férfi játékosa úgy döntött, hogy nem csak játékával, hanem személyes jelenlétével is próbálja segíteni a tollaslabda pécsi és országos fejlődését. Én móri származású vagyok, és ott az általános iskolában igazából nem nagyon volt más lehetőség sportot választani, mint a tollaslabdát. Volt egy fanatikus testnevelő tanár, aki ezt így elkezdte. És hát volt egy mezőfutóverseny, még arra is emlékszem, amit megnyertem, és hát akkor nem az volt, hogy én most mit fogok sportolni, hanem oda ment a szüleimhez, meg bejött az osztályba, emlékszem, és akkor azt mondta, hogy na akkor holnaptól tollaslabda edzés. Nagyon kis megfeleléskényszeres srác voltam, és akkor azt mondtam, hogy jó, menjünk, próbáljuk meg. A szüleim is nagyon támogatták a sportot, hát és akkor pillanatok alatt ott ragadtam, és hát elkezdődtek a napi edzések, hát másodikos lehettem talán egy full 7-8 éves, talán valami ilyesmi, és akkor ott ragadtam a tollaslabda, egy pályás tollaslabda terem. 16 évesen Debrecenbe kerültem, mert úgy láttam, hogy ott van
továbbfejlődési lehetőség számomra. Ott voltam 3 évet, aztán szintén az egyetemet már itt kezdtem, Pécsett, és akkor úgy kerültem ide, hogy itt voltak nyilván, és szerintem azt gondolom, hogy jelen pillanatban is olyan lehetőségeink vannak itt, ami nagyon jó, nagyon megfelelő a magas szintű tollaslabdázáshoz. Szóval itt vagyok most már 2013 óta, és hát azóta űztem és csináltam a sportot napi szintű edzéseken, hát és most lett vége így az olimpia után. Nagyon sok eredményt meg tudnék említeni, milyen állomás volt így a karrierem során, ami löketet adott, illetve edzőket is volt, egy skót edzőm évekig, akik nagyon ki tudnék emelni, már sajnos nincsen itt, de azért még mindig besegít Skóciában sokszor. Ő nagyon nagy löketet adott, hogy nemzetközi szinten is eredményes legyek. És hát az igen, hogy eljutottam az olimpiára, számomra egy csoda, és azt gondolom, hogy nyilván ez az egyesületnek is nagyon nagy szerepe van ebben. Ez a sportág, akárcsak az asztali tenisz, meglehetősen ázsiai központú játék. Jól bizonyítja az is, hogy a tokiói olimpiai játékokon egyetlen érem került csak más kontinensre. Ez mondjuk éppen egy arany volt, amelyet a dán Viktor Axelsen szerzett férfi egyesben. Az 1992-es barcelonai játékok óta íródott tollaslabda történelemben Gergely az első férfi játékos, aki a magyar színeket képviselni tudta. Ez is mutatja, mennyire nehéz hazánkból kvalifikálni. Én erre azt mondanám, nyilván egy kicsit elfogultam magammal szemben, hogy nagyon, nagyon nehéz, főleg abból a helyzetből indulva, ahonnan én indultam, vagy talán egy magyar tollaslabdázó indul, mivel le vagyunk maradva sok szinten, hogyha nézzük ugye Európa szinten és Ázsiához képest, ahogy mondtad, sokkal előrébb áll a sportág, sokkal jobb rendszer van kiépítve, nagyobb a bázis, akiből építkezhetnek, szóval itt azért nagyon sok minden a számukra szól. Azonban igen, fejlődik itthon is, azt gondolom, fejlődött itt Pécsett is, Európában, ahogy említetted, északon azért egy populárisabb sport, például Dániában azt hiszem a másik vagy harmadik legnépszerűbb sportág, és ők fel is tudják tenni a versenyt mondjuk az ázsiakkal. De hát azért nagyon, nagyon aprólékos, nagyon összetett sportág, technikai sportág. Nagyon sok olyan eleme van, amit úgy az emberek laikusként nem ismernek, és szerintem nagyon érdekes, nagyon szembetűnő. Szóval hát ez egy nagyon tényleg összetett kérdés, hogy mi is az a tollaslabda, de szerintem egy, aki megismeri, az csak pozitívan csalódik benne. Elindítottunk több ilyen toborzó programot, nyilván évek óta már megy ez, de próbálunk minél több iskolába bekerülni, így az utánpótlás edzőinkkel, a Biával, Mátéval, és kijárni az iskolákban. Egy kicsit ott megfogni a gyerekeket, hogy megismerik a tollaslabdát, az nyilván nem vagyunk egyszerű helyzetbe, úgymond a kiemel sportágokkal szemben, mert nehéz bekerülni, de nagyon nyitottak az iskolák, hogy együtt dolgozzanak velünk, szeretik a gyerekek is, hogyha ott vagyunk, hát és próbáljuk becsábítani őket, hogy jöjjenek, és próbálják ki profi szinten is, profi edzésekkel, és hát egyre többen vagyunk szerencsére, és remélem, hogy ez előre is fog jutni. Olimpikonunk a terveiről elmondta, az egyesületének szeretne segíteni, illetve a szövetségnek, ahol elnökségi tagként tevékenykedik. Szeretné átadni a tapasztalatait, hogy miként lehetne a gyerekeket profi pályára terelni, hogy fejlődjön a sportág, és megteremtsék azt a hátteret, hogy nemzetközi viszonylatban is eredményes legyen a magyar tollaslabda. Ehhez Pécsett minden adott, hiszen van valaki, aki beleszeretett ebbe a sportágba, és fejébe vette, hogy segít ezen az úton minél messzebbre jutni. Hát, amikor abbahagytam a focit, akkor elkezdtünk valami sportot keresni, és akkor ez a tollaslabda lett. Ez mindenhol ismeretlen Magyarországon. Ez nem csak pécsi dolog. A tollaslabdáról mindenkinek a strand jut az eszébe, hogy esszük a kukoricát, és 100-at ütünk, meg 200-at, meg 300-at. 12 év alatt rengeteg versenyző és amatőr játékos fordult meg a csarnokban. Sokan így tudták meg, milyen is az igazi tollaslabda, és szerettek bele ebbe a szép, de egyáltalán nem könnyű sportágba. Nem terveztem ilyen hosszú távra. Én csak reagáltam a lehetőségekre. Láttam, hogy ez egy jó sport, láttam, hogy a legjobb sportok egyike. Tehát be kell állni kipróbálni, és akkor rögtön kiderül, hogy mennyire összetett. Zsolt Lászlónak van egy alapelve. Akinek lehetősége van, annak kötelessége is van. Nem Pécs volt a cél. Nem Pécs volt a cél. Az országos. Az volt a cél. Tehát engem nem az érdekel, hogy nyerjük meg a bajnokságot. Most már 2 éve nem nyerjük meg a bajnokságot, mert többnyire nem indítjuk az első csapatot, hanem csak a másodikat, mert annyira fölényesen nyertük. Tehát támogatok rengeteg vidéki klubot, pont azért, mert nem a pécsi tollaslabda fontos, a magyar tollaslabda fontos. Nem tartozik a könnyen megtanulható sportok közé, ugyanis nagyon sok múlik a technikán.
Ez a sportág ez nem jó ebből a szempontból. Tehát a súlyemelés sokkal könnyebb, mert le kell hajulni, föl kell emelni. Tehát még a tenisz is sokkal könnyebb, mert van négyféle tenyeres ütés, meg négyfajta fonákütés, ebben 200 féle ütés van. Hát ha próbált, akkor tudja, hogy a tenisz vonalba játszák, ezt meg térbe játszuk. Tehát itt van előre-hátra mozgás, és nem sok értelme van a tenisszel összehasonlítani, de ott, hogyha 200-zal üt valaki, akkor már a közönség állva tapsol, itt pedig egy leütés 400 fölötti. Tehát kisebb a pálya ráadásul. Tehát nagyon, nagyon kell. Nagyon jó játék. Tehát nagyon javaslom mindenkinek, de nem lehet gyorsan fejlődni. És jönnek a teniszezők, ismerősök, mi ez? Mi ez a kis labda, meg ez az egyszerű ütő? Megeszlek. Hát mondom, ne próbáljuk, de próbáld végigütni a pályát. Folyik a víz a tenyeréből, az ütőből, és persze, hogy nem tudja. És akkor megmutatja az ember neki, hogy egy 8 éves gyerek az átüti a pályát, na olyankor hagyják abba. Szerencsére Magyarországon is akadnak már példaképek, az pedig külön szerencse, ha ez családon belül van. Az én esetem egy kicsit másabb, mint a többieké, mert az édesanyám Fórián Csilla, aki olimpikon, tallaslabdában, így elég hamar kiderült, hogy van tehetségem a sporthoz, mert én tenisszel kezdtem, és az ottani edzők mondták, hogy hát a véremben van a tollas, és inkább ide jöjjek. Igen, tehát a tehetség az kellhet, de nem azt mondom, hogy szükséges. Tehát a kitartás, a szorgalom az, amit már említettél, az a legfontosabb. Igazából kell egy biztos háttér is, mind a szülői részről, mind pedig a csapat részéről is, ami segíthet abban, hogy az emberek elérjék az álmukat. Egyéniben sem egyszerű egy ilyen gyors játékot játszani, párosban pedig még a társra is figyelni kell. Szerintem nagyon fontos, hogy a párok megértsék egymást. Tudni kell azt, hogy mit üt a másik, hogy mire fog figyelni. Megvan ugye, hogy mit kellene csinálni, viszont nem biztos, hogy az, amit tényleg csinálunk. Tehát azért jó, hogyha ismerjük a másikat, mert akkor tudjuk, hogy mire számíthatunk, mit fog ő abból ütni, abból a helyzetből, és így sokkal jobban együttműködhet a páros. Szerintem nagyon fontos az is, hogy barátok legyenek a párok, de ez csak az én véleményem, nem tudom. Tehát, hogy nemzetközi szinten van olyan, amikor nem jönnek ki olyan jól egymással, mégis meg tudják azt csinálni, hogy eredményesek. Az eredményességhez pedig elengedhetetlen a kommunikáció. Minden helyzetben. Igazából a labdamenet közben is, viszont a labdamentek között is, amikor elmondjuk, hogy szeretnénk kezdeni, tehát a fogadás vagy a szervából mire számítson a másik, de tényleg labdamenet közben is van az, amikor nem tudjuk, hogy mi történik, egy labda középre jön, és akkor szólni kell a másiknak, hogy mondjuk én ezt úgy gondolom, hogy jobban elérem, és akkor csak gyorsan rá kiáltani, hogy a 10 másodperc alatt tényleg eldöntse valaki, hogy kié lesz a labda. Daniella édesanyja Fórián Csilla 42-szeres magyar bajnok olimpikon. Adódik tehát a kérdés, hogy tervezi, hogy a sportágban marad, akár edzőként, akár egyéb területen. Én soha nem gondoltam, hogy sportban szeretnék elhelyezkedni, nem igazán tudom megmondani, hogy miért. A szüleim pedagógusok, illetve anyukám edzői végzettsége is rendelkezik, de bennem nincs affinitás annyira, hogy gyerekekkel foglalkozzak. Nem tudom megmondani, hogy miért, de így a tollasban edzőként nem maradnék, de hogyha úgy alakul, szívesen segíteném a sportág népszerűsítésére. Talán a két legérdekesebb eleme ugye a tollaslabdának az ütő és a labda. Azért ezek nem olyan felszerelések, amit most meg lehet venni egy általános boltba, ha valaki bemegy. Nagyon profi, mind a kettő, azt gondolom. Amit én elkezdtem tollasozni, azóta is nagyon sokat fejlődött, a labda is, meg is leginkább az ütő. Hát körülbelül, ha most számszerűen szeretném mondani, 40 000 forint körül van egy ilyen ütő, az még egész sokáig kitart, és nem is gondolom azt, hogy nagyon könnyen tönkre menne. Nyilván, hogyha összeütnek a játékosok, akkor ilyesmi, akkor lehet róla szó. Az ütőnél azt emelném ki, hogy a húrozás az, ami nagyon hihetetlen, olyan szinten erősen be van húzva, 13-14 kilóra be van húzva egy sor húr, szóval nem is nagyon durva hangja is van, és nem véletlenül, hogy ilyen nagyokat tudunk elütni, mert technika mellett nyilván nagyon sokat számít, hogy egy jó húr legyen benne. Különböző vastagságú húrok vannak, van nagyon vékonytól kezdve egy kicsit vastagabbig edzés húr, van versenyzőknek húr. Nagyon durva, hogy mennyi különböző fajta keresztmetszetű és anyagú húrt is gyártanak. Szóval ez is egy nagyon fontos része az ütőnek, illetve nyilván maga az összetétele, a nyele, hogy milyen vastag, különböző vastagságú nyelek vannak.
maga ugye az anyag, az mondjuk, meg nem mondom pontosan milyen anyagból készülnek az ütők, és szerintem ez már azonos, szinte a legtöbb gyártónál, de nagyon könnyű, 70-80 g egy ütő, szóval az szinte olyan, mintha az embernek nem is lenne a kezébe. De amúgy, hogy vannak ilyen edzőütőink, amivel direkt erősítjük a karunkat, hogyha azzal játszunk, az például már 200 g is lehet, ami viszont hihetetlen nagy különbség, és azzal már nem is tudjuk úgy megütni a labdát. Szóval nagyon egyszerűen hihetetlen, hogy mennyit számít, hogy egy profi ütő legyen az embernek a kezébe. Hogy egy kicsit áttérjek a labdára, az talán még érdekesebb, mert 16 tollból áll egy profi tollaslabda, ez tényleg toll. Ilyet nem lehet nagyon kapni megint csak egy általános üzembe, ezt külföldről rendeljük, vagy pedig vannak nyilván profi versenylabdák. Azt kell tudni, ha jól tudom, hogy egy Ludnak 2-3 olyan tolla van, ami egy profi tollaslabdához megfelelő, és ezek mennek konkrétan ezek a kis állatok a soron, és akkor pont azt a tollát kiszedik, és akkor azt teszik bele egy tollaslabdába. Nagyon komoly maga a parafa része, nagyon komoly folyamat maga a ragasztás, ezeknek a kicsi vonalak, kicsi szálaknak itt a körbefűzése, mert igazából nagyon hamar tönkre megy, mert olyan erővel ütjük meg, illetve olyan sebességgel száll ez a labda, hogy nagyon könnyen kitörhet egy-egy tolla, és hogyha már egy kicsit is ki van törve, akkor mi már azzal nem nagyon tudunk játszani. Azt tudom még elmondani, hogy egy edzésen körülbelül, inkább egy nap azt mondanám el, hogy mivel ez a leggyorsabban fogyó eszköz a maga a tollaslabdában, naponta itt egyesületi szinten hihetetlen mennyiséget elütünk, hihetetlen mennyiség sajnos tönkre megy, aminek ez a legnagyobb vonzata talán az egész sportnak. Ha profi szinten valaki szeretné, mert nyilván amatőrök nagyon sokszor műanyaggal játszanak, de mi ez nyilván belső szinten ezt így játsszuk, és hát nagyon könnyen tönkre megy, cseréljük, szóval tényleg ez egy kincs számunkra, és hát nyilván nagyon érdekes is az, hogy hogyan szállnak. Nyilván ebben is van különböző sebesség, például egyfajta labdából, ha mondjuk ugyanaz a neveből is megvan adva, hogy 2-es sebességű, 3-as sebességű, 4-es sebességű, mindegyik egy kicsit máshogy száll, nyilván függ a hőmérséklettől, a páratartalomtól egy adott teremben, szóval mindent figyelni kell, szóval teszteljük mondjuk a verseny előtt, és akkor nyilván nagyon ritkán szokták megengedni, de be lehet törni egy kicsit itt a végét, a minden negyedik tollnak, vagy minden második tollnak, ugye egyenletesen legyen körbe, és akkor nagyobb lesz az ellenállás, és akkor nyilván kicsit lassabban fog szállni a labda, hogyha túl gyorsnak ítélik meg. Szóval már magasabb szintű versenyeken nem szokták engedni. De hát, szóval nagyon kell figyelni arra például, hogyha elmegy az ember egy verseny, és ott van egy mindenhol más márkájú labda, mindenhol más szponzor van a versenynek, és az a labda mindegyik egy kicsit máshogy száll, valamelyik a hálótól gyorsabb, valamelyik hátulról gyorsabb, lassabb. Szóval ez nagyon fontos, hogy a játékosok beüssék ezt az elején. Máshogy kell megütni egy kicsit a labdát, hozzá kell szokni, szóval azért ezek olyan apró nüanszok, de nagyon fontos dolgok, amik azért befolyásolják ezt az egész sportágat. A szakmai munka egyik felelőse pedig garancia arra, hogy igen magas szinten foglalkoznak Pécsett a tollaslabdával, hiszen egy jó edző nélkül a sikerek is nehezebben jönnek. 7 évesen kezdtem Debrecenben, 20 éves pályafutás, aktív pályafutás van mögöttem. A 2012-es olimpia után vonultam vissza hivatalosan is. Nem gondoltam előtte, hogy edző leszek, tehát nem ez volt a terve eredetileg, így folyamatosan alakult ki bennem az, hogy szeretnék a sportban maradni, szeretném azt átadni, amit én megtapasztaltam a gyerekeknek, és ugye végül is így alakult ki, hogy itt kaptam egy nagyon jó lehetőséget, és itt ragadtam a sportban. Ugyan Henrik, a felnőttek edzője, mégis figyeli a kicsiket is. Ki az, akiben már kiskorban is látni a lehetőséget? Korán lehet már látni egyébként náluk, milyen labdaérzéke van, hogy fogja az ütőt, hogy üti a labdát, milyen a felépítése. Tehát viszonylag korán észre lehet venni, hogy ki az, aki ügyesebb, ki az, aki nem, ki labdaérzékenyebb, ki fogékonyabb erre a sportra. De ugye mire beérik egy játékos tollaslabdába, az nagyon hosszú idő, nagyon összetett a sport, nagyon sok minden kell ahhoz, hogy valakiből végül jó játékos váljon. Tehát ugye leginkább a tehetség kell, de a szorgalmat oda kell rakni mellé. Lábbal mész, van ritmusváltás, kézzel picit késő. Jó? Úgy, és.
Oké, a leütés után, ha jössz a hálóra, az jó volt az a kereszt, de vegyük végig. Tehát ne az legyen, hogy eléri sebi, fejezd be, vagy ha rövidet üt, fejezd be, ne az legyen, hogy menjünk tovább most. Oké? Próbáljuk kihasználni, ha jót ütöttünk. Úgy, és? Itt építkezel, azaz. Fent. Úgy, tovább, tovább, az ki lehetett volna. Megütöm, maradsz ott, nem ugrunk vissza. Jó, mert jó ütés volt. Nem tudta lereagálni. Megütöm, maradok ott, ráugrok, befejezem. Jó? Nagyon fontos, hogy korán, kiskorban megtanulják a helyes alapokat, mert minél később tanulják meg, annál nehezebb változtatni, meg annál hosszabb idő, hogy a berögződéseket kijavítsuk. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy korán megkapják a jó alapokat, de emellett ugyanúgy fizikális, taktikailag, illetve hát manapság azt mondom, hogy mentálisan is nagyon-nagyon fontos, hogy egy játékos jó legyen. Vannak persze itt is hevesebb mérsékletű játékosok, viszonylag könnyen kezelik őket a bírók, tehát igazából itt olyan nagyon nagy balhék nincsenek, nincs is nagyon idő rá. Itt inkább a mentális rész abban merül ki, hogy nagyon sok döntő fontosságú kulcs labdamenet van, amit, hogyha egy játékos nem olyan jó fejben, akkor ugye nagyon sokszor elveszít, könnyen elveszít, ami a meccsébe is kerülhet. Nyilván a mi részünkről is megpróbálunk ebben segíteni a játékosoknak, aki igényli, azzal beszélgetünk sokat többet, mint másokkal, de van sportpszichológus segítség is, tehát ha eljut egy játékos olyan szintre már, ahol tényleg apró momentumok döntenek egy meccsről, és ha az a 1-2-3-4% plusz kell ahhoz, hogy megnyerje az adott meccset, vagy az adott versenyt akár, és ahhoz kell sportpszichológus segítsége is, természetesen igénybe lesz. A sportág folyamatosan fejlődik Magyarországon, és az elismertségének is jót tett, hogy mind férfi, mind női vonalon sikerült játékost kijuttatni az olimpiára. Hát ez, hogy most sikerült férfi játékost is kijuttatni az olimpiára, ez hatalmas eredmény a sportnak. Nyilván ezt szeretnénk, hogy ez tendencia legyen, úgymond, hogy sikerüljön innentől fogva az olimpiákra kijutnunk, de nagyon nehéz, tehát ez is úgymond a kicsit túlzok, de talán a csoda kategóriája volt, hogy sikerült Gergővel elérnünk ezt az eredményt, de ez a terv, meg ez a cél, hogy a jövőben is legyen ilyen sportoló, akár Pécsről, akár országosan. Nyilván nekünk az a cél, hogy innen juttassunk ki játékosokat az olimpiára, és hát ezért dolgozunk. Pécset könnyű helyzetben van az, aki ki szeretné próbálni ezt a sportágat, hiszen a csarnok bárki számára kínál játék lehetőséget. Akinek pedig a gyermeke szeretné megtanulni ezt a játékot, már óvodáskortól várják a kicsiket az edzők. Thank you.